Ahogy már beszámoltunk róla, a Rákóczi Szövetség Összmagyar Tanártárból szervezett Sátoraljóújhelyen Magyarország kormánya támogatásával. A Kárpát-medencében is diaszpórában élő tanárok színvonalas szakmai továbbképzéseken vesznek részt. Az ötnapos rendezvénysorozat harmadik napján Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolataiért felelős államtitkára tartott előadást. Elmondása szerint a Rákóczi Szövetség jó munkát végez, hiszen az elmúlt hetekben a Kárpát-medencéből és diaszpórából voltak itt diákok, közel 500-an. Most pedig azok a pedagógusok utaztak a sátoraljóújhelyi Rákóczi táborba, akik őket a magyar nemzet szeretetére nevelik. Ez nagyon fontos, hogy ők is megkapják egyrészt azt a lelki, illetve adott esetben gyakorlati hátteret és tudást is, amire szükség van, másrészt pedig egy kicsit ők is pihenjenek és találkozzanak egymással, adott esetben megosszák egymással a tapasztalataikat, problémáikat, örömeiket egyaránt. És ez azért is fontos, mert főleg a Kárpát-medencében dolgozó pedagógusaink, de igaz a vasárnapi iskolákra vonatkozóan a diaszporában élő magyarságra is, ők azok, akik nyilván egyházainkkal és a szülőkkel együtt a magyarság megmaradását szolgálják. Ők azok, akik a nyelv ismeretét, szeretetét, történelmet és egyéb mást tovább tudnak adni. Soltész Miklós államtitkár előadásán egy rövid történetet olvasott fel a pedagógusoknak. Lesznek magyar és nyelvtanárok is, ezért most ezt a történetet fogom elemezni, amelynek mégiscsak a békkicsengése az, hogyha meg tudjuk őrizni a békét, akkor annak mekkora szerepe van az emberiség életében, ha pedig erre nem tudunk vigyázni, akkor milyen pusztítást tud végezni. Ezt próbálom nekik továbbadni, hiszen más előadás, történelmi előadás és sok minden más is lesz itt, és volt eddig is a táborban. Tehát egy kicsit abból a szempontból szeretném megvilágítani az ő feladatukat, felelősségüket, egyébként mindannyiunkét, hogy mekkora lehetősége van mindenkinek a békesség megőrzésében. Az ilyen összejöveteleket fontosnak tartják, hiszen a magyarság megőrzése sokszor a tanárokon múlik, a határon innen és túl, tette hozzá Soltész Miklós államtitkár.